kezd elnyárni a végleges formáját a KTM. Mármint ami az előkészítést illeti. Kicsit a palánta alassal meg vagyok késve, már hűvös volt az időjárás az idén tavasszal. Most már csak jó idő kéne legyen, máső rengeteg volt. Itt az első agyásban krumpli van téve, itt kezdett bújni. Úgyhogy ez rendben van. Van egy agyás epér, ezt frissen ültettem. Le is van már hálózva, nem tudom mennyire látszik. Na itt a fő eper agyás. Már nagyon szépen virágzik, úgyhogy ezt is igyekezném kell lehálózni, már neki is fogtam, csak még nem vagyok kész teljesen vele. Ami még kellemes meglepetés volt, valamelyik nap vettem észre a spárgát. A tavaly ősszel eltűnt teljesen, valami lerágta csontig. És gondoltam, hogy azzal annyi is volt a történet. A tavaly nyáron ültettem ki, ezt magról vettem egyébként, ezt a spárgát. És valamelyik nap eszembe jutott, és jövök ide, hogy nézzem meg, saján szépen ki vannak hajtva. Ezek most pont ez a két-három darab olyan fázisban van, hogy le lehetne vágni és lehetne fogyasztani. Csak ugye a spárgát azt 3-4 évig nem szabad bántani. Kell hagyni, hogy erősödjön a gyökérzete, aztán majd, ha megnő, itt egy ilyen jó méteres, félméteres körbe kell majd bújjanak ezek a kemény szárok. Akkor van egy sor ilyen, ilyen lóbab. Még egy újabb sor itt. Az agyás is már be van vetve különböző féle fajta zöldségekkel. Ez is ugyancsak. Itt a fokhagyma bújik nagyon szépen. Egy néhány saláta. Ez még a tavalyról vészelt át. Ezekben az agyásokban főként sárgarépa és hagyma van. Ugye ezeket érdemes kombinálni, a kettőt. Állítólag egymást védik a gyökérlegyektől. Itt is bújik már szépen a hagyma. Itt is elég szépen bújik. Na, itt vannak kipakolva a palántjaim, legalábbis néhány közülük. Saláta, bimbóskál, káposzta, brokkoli, spenót, ez cukkini. Zöld borsó, ezeket így már egy pár napja akklimatizálom, úgymond. Tehát szoktatom a kinti időjárási viszonyokhoz, ugye. Mert itt bent az üvegházban ő teljesen más klímában van, s nem ajánlott egyik napról a másikra kiültetni, hanem így legalább egy hétig így napközben kitenni, éjszakára visszatenni, ilyesmi. Az üvegházban főként paradicsom lesz és uborka, meg néhány paprika. Aztán van itt még mindenféle más is, kukorica, uborka, még paradicsom. Ez is valamilyen, ez mi az? Brokkoli. Van itt még ilyen töks, uborka, póréhagyma, cékla. Ezek ilyen karós paszulyok, mennek ki oda azokra az állványokra. Na, már beszéltem korábbi videóimban arról, hogy ásómentes, ásásmentes ez a kártészkedés az idénytől. Tehát itt két agyás kivételével, vagy talán három. Hát ez látszik, hogy ez fel van ásva. Ennek neki fogtam hordani a komposztot, de talán még ára elég lesz. És csupán ez a két nagy ágyás marad így hagyományosan ásva.
de majd jövőtől ez se fog alsódni egyáltalán. És ez lesz a végleges formája nagyjából. Aztán majd, ha tele lesz zöldséggel, akkor nyilván szebb lesz, mert most még nagyon gyengén mutat. Itt vannak még ilyen évelő növények, articsóka. Ez inkább ilyen mutatós, mint hasznos, bár meg is lehet enni a virágját, vagy a termését, nem tudom, hogy melyik része. Nem nagyon szeretem. Itt van egy nagy bokor rebarbara. Ezt viszont ismerem gyerekkorom óta, és szeretem is nagyon. Egy-két rózsabokor van a közepében, ezeknek a törpesövénnyel körbevett ágyásokba. Milyen nagy bokor levendula. Itt van a komposztáló, az egyik. Aztán majd erről is készítek egy videót, hogy készítem a komposztot. Ez a kedvenc hájám a kertbe. Ide le lehet ülni, megpihenni. Milyen szépen benőtt a moha. Na jó, akkor ennyi lett volna a körülnézés. Aztán találkozunk a következő videóban.